Itt van a tél, itt van újra. Idézhetnénk pontatlanul a szerző Petőfi Sándort, s még nagyobbat tévednénk, ha a szép, mint mindig én nekem sorát is hozzátennénk. Mert a tél lehet bármennyire is megkapó, hatalmas, féktelen vagy épp szelíd, majdhogy nem tavaszias színekben játszóan csalóka. Valójában folytonos próbatétel, váratlanság, a kegyelmi napsütés rövid perceit drámaian ketté vágó hóförgeteg lehetősége, ónos esőben jégpáncélt öltő nélkülözés, a tél maga a kiszámíthatatlanság. Persze nem kell túlságosan aggódnunk például az itt látható soponyai vaddisznó gondáért. Több mint 1000 féle táplálék lehetősége áll a röfögő földtúrók rendelkezésére. Főleg a soponyai térség, az ottani egészen a Dunáig nyújtózó sárrét mozaikos, sokszínű természeti környezetében. Van itt minden, tisztességes mezőgazdasági területek, nádasokkal dúsan körbenőtt izgalmas halastavak, patakok, kisebb folyócskák, ligeterdők és komolyabb erdőblokkok. Még egy mérsékelten tehetséges vaddisznó számára, ha nem is a Kánaán, de azért az alaptáplálékok, gyökerek, növényfélék egy vaddisznó számára, jó esetben elhullott állatok megtalálhatók télen is. Ne tévesszen meg minket a fiatal malacok jelenléte. Teljes értékű felnőtt disznóként készülnek első komolyabb mérkőzésükre a tél csapásaival. Sajnos az is igaz a statisztikákból, a túlélési arányuk ezzel együtt is 10% alatti. Kalandokban nincs hiány télidőben sem egy vérbeli vaddisznónak. Amíg csak mérsékelten, hártyásan befagyott tavacskák, tocsogók nem állítják meg energikus társaságukat. A tél másik nagy attrakciója ez időtájt a szarvasfélék, a dámok és a gímek viselkedésének átalakulásában rejlik. A fiatal dámbikák tehenekkel karöltve, tarvadakkal vegyülve lazán korzóztak kameránk előtt. Normál esetben a bikák esetleg a háremükre a bőgés során nehezen megszerzett vagy épp megőrzött tehén koszorúra ügyelnek. Hatalmas szerencsénk volt, mert Baranyában járva az eddigi majdhogy nem legnagyobb rudlikat figyelhettük meg. Egy ilyen rudli természeti hatása nem csekély, főleg az ínséges időszakban, a komolyabb hóborítás idején, amikor akár a fák kérge is kárát láthatja a tömegesen rajzó, akár több száz egyedből is álló szarvasfalkák a rudlik felbukkanásának. Mi természetesen nem csüggedünk. Továbbra is kint leszünk, hóban, esőben, sárban, mert a természet minden évszakban gyönyörű. Nincs olyan szakasza az évnek, mely számunkra érdektelen volna. Egy igazi természetfilmesnek a tél is kihagyhatatlan élmény és tanulság. Nos, vaddisznóban a jelek szerint nincs hiány szélese határban. Pontosabban erdőben, illetve mocsárban, ellenkezőleg. Egyre nagyobb mértékben szaporodik túl hazánk-e fontos nagyvaddja, annak megfelelő kártétellel is jelezve, mint nyomasztóbb jelenlétét. Tisztességes méretű, jól táplált, a téli megpróbáltatásokra láthatóan felkészült, termetes egyedekből álló kondák kerültek kameránk útjába, legutóbbi filmes cserkelésünk alkalmából is. Mégis min él, mit eszik egy vaddisznó? A növényi táplálékok fölénye egyértelmű a vaddisznó étrendjében. A növényi anyagok között a föld feletti lágyszárú részek és levelek rendszeres, illetve a termések, magok időszakos fogyasztása egyértelmű. A föld alatti részek, módosult raktározó szárak, gyökerek fogyasztásának jelentősége változó.
A természetes elterjedési területein a mezőgazdasági növények, míg a betelepítési régióban a veszélyeztetett állatfajok fogyasztása kiemelendő. Mindkét típusú területen elfogyaszthat emlősöket, madarakat, hüllőket, kétéltőeket, rovarokat, gilisztákat, rákokat és csigákat. A betelepítési területeken gyakrabban fogyaszt állati eredetű táplálékot, mint a természetes élőhelyein, ami rákcsálókat, madarakat, kígyókat, békákat érint elsősorban. Kiemelendő a talajon fészkelő madárfajok tojásainak és fiókáinak elpusztítása, elfogyasztása. Az eddigi tél muflonjainkat nem viselte meg különösképp. De persze még csak az események elején tartunk. Zuzmók, mohák, gyérfüvek még kellő mennyiségben akadnak e tájon. Az a néhány fokos mínusz pedig, amely olykor-olykor azért megcsípkedte már a vidéket, nem okozott komoly veszteséget mediterrán kedvenceink táplálék ellátásában. Ettől függetlenül a tél Damoklész kardjaként függ e méltóság teljes pillantásokra oly igézően képes kecskeféle feje fölött, hiszen ha nagy havakkal, hosszú lehűlésekkel, ónos esővel támad, betelepített vendégeink komoly bajba kerülhetnek. Talán a muflon esetében a legfontosabb az emberi szerepvállalás a téli túlélés érdekében. Az erdőgazdaságok ennek megfelelően komolyan készülnek is a muflonok táplálására, ellátására. Kettős érdek hajtja a tevékenységet. Egyrészt a muflon nagyon szépen betagozódott a magyar erdők nagy vad skálájába, jelenléte egyértelműen emeli az erdei közösség fajgazdagságát, növeli sokszínűségét. Másrészt egy kellemes húsú, izgalmasan vadászható, értékes jószágról van szó. December az erdei állatvilágban körülbelül olyan, mint az időjárás a téli anticiklonok vagy inverziók idején, amikor a Kárpát-medencét akár hetekre is megüli a ködös, szürkés, mozdulatlan évvégi némaság. Az állatvilágban is valahogy hasonló a helyzet. A téli álmot alvó réteg már békésen elszenderült a megdermett kígyók, kétéltűek, rovarok, az álomba merült denevérek milliói számára gyakorlatilag megáll az idő. Ehhez képest ugyan a felszíni, nagytestű, melegvérű növényevők, a mindennapi vadvilág sztárjai, majdhogy nem száguldó életet élnek decemberben is. Miközben velünk együtt gyönyörködve e remek szarvasbikákban, melyek úri közösségben bandáznak a Fehérvár csurgó melletti erdőn, végre van időnk azokról is szót ejteni, akiket nem láthatnak e filmünkben. Mert ebben az időszakban nem kerülnek kamera elé.
látható decemberi erdő csak egy része annak a számtalan izgalmas, vagy épp meghökkentő történetnek, mely a felszínnel párhuzamosan folyik fészkek, búvóhelyek, áttelelő pontok, titkos rejtekhelyek mélyén. De zökkenjünk vissza a mozgalmasabb felszíni életbe, hiszen a nagyszámú gímszarvas bika kompánia után dámokra, illetve őzekre bukkantunk. Két esemény hoz csupán némi izgalmat ebbe a felszínen különösen egyhangú időszakba. Az egyik az őzek agancsvesztése, a másik pedig emberi vonatkozású. Decembernek ez a nyugalmas szakasza ugyanis az adott terület nagy vadállományának minőségét kialakító technikai vadászatok ideje. Ekkor ölt testet egy-egy vadászati terület vezetőjének konkrét elképzelése. Ekkor válik valósággá az a szakmai hagyomány, mely sikeres erdőgazdaságaink tradícióit folytatja, és egyben jövőjüket teremti meg. Vaddisznók december elején látnak neki a következő generáció előkészítésének. Ekkor gyakran figyelhető meg a kanok mérkőzése, csatározása a kocák kegyeiért. A nyilvánvaló erőfölényben lévő kan egyszerűen elveri a gyengébbet, ha azonban két azonos erejű disznó dalia kerül össze, komoly vérre menő küzdelmet vívnak egymással. Bár a tél minden erdei lakó számára komoly megpróbáltatás, sőt, sok esetben kiválogatódást jelent, a vaddisznó jól viseli az évszak nehézségeit. Több mint 1000 féle összetevőből álló táplálékot fogyaszt, elképesztően széles természetes védasztalról válogathat. Ezen a makkok, termések, lehullott gyümölcsök, az esetleg kint maradt répa, burgonya és hüvelyes vetemények mellett egerek, elhullott állatok, túrás közben megtalált rovarlárvák is jócskán szerepelnek a téli étlapon. A vaddisznó társas lény. Nagyon fontos számára a többiek illata, közelségének érzése. Valójában disznónk egy tiszta, család és közösség szerető, szükség esetén keményen védelmező, sportos, belevaló nagyvad, rengeteg pozitív, előnyös tulajdonsággal. A vaddisznó kifejezetten szereti a mocsarakat, nádasokat, erdei tavacskákat és a patakok környékét. Valójában a vaddisznót egy valami tudja télen komolyan tértre kényszeríteni. Ha a vastag hótakaróra tartósan ónos eső hull, kemény, vastag, áttörhetetlen jégkérget alkotva, akkor bizony hősünk is nehéz helyzetbe kerül, hiszen nem tud túrni, illetve erős lábaival, kapáló mozdulatokkal eljutni a táplálékot jelentő gyökerekig, sőt, ilyenkor sajnos fel is sebzik körmeit a jégszilánkok. Ekkor a nagyobb városoktól távolabbi területeken beállhat ugyan komolyabb elhullás, de magát a fajt épp sokoldalúsága, ellenállósága, remek felépítése okán biztosan nem kell féltenünk. A tél a vadászok, erdészek számára cseppet sem a pihenés időszaka, hiszen a vadállomány biztonságáról, etetéséről részben nekik kell gondoskodniuk. Ezek a hetek, ha szigorúbban, havasan indul a tél, a kezdetei annak a nehéz állatot embert próbáló időszaknak, amikor értelmet nyer a nyári-őszi felkészülés mind az erdő vadlakói, mind az erdészetek részéről.
Most válik fontossá először, de a tél folyamán nem utoljára a fizikai kondíció, a zsírpárnák nagysága. Az, hogy mennyi tartalékot tudtak felhalmozni állataink az előttük álló hosszú időszakra. Felvételeink egyik helyszínén különböző állatcsoportok, muflonok és szarvasok találnak táplálékot, melyet részben erdőgazdaságaink munkatársai helyeznek ki időről időre. Noha teleink az utóbbi évtizedben szelidebbek, sokkal kevésbé havasak, enyhébbek és rövidebbek, mint például a múlt század közepén, vannak évek, amikor kemény fagyokkal, sőt hosszantartó csontigható hideggel teszik próbára az állományt. Egy-egy havasabb időszak is alaposan megnehezíti az állatok dolgát, főleg a muflonokét, melyek telente, kedvenceik a friss fás hajtások hiánya miatt fokozottabban rá vannak utalva a fűfélék fogyasztására. Vaddisznóinkat még erőteljes havazásban vagy masszív hótakaró esetén se kell félteni. Több mint 1000 féle lehetséges táplálék kínálkozik fel számukra, és ahogy az év többi időszakában a vaddisznó télen is mindig talál valamit, ami a foga hegyére való. Bár az étrendjét jó 75%-ban meghatározó makkok ez időtájt már egyre nehezebben túrhatók ki a hótakaró alól. A kedvenc giliszták sem lelhetők fel egykönnyen, a hüllők téli álomba merülve gyakorlatilag kiesnek, hogy a madártojások hiányáról és a fiatal fészekből kihullott énekes madarakról ne is tegyünk említést. A szarvas az úgynevezett átmeneti táplálkozású kérődzők közé tartozik. Nem válogat olyan mértékben, mint például az őz, és a viszonylag nagyobb rosttartalmú táplálékot is jól hasznosítja. Télen a cserjék vagy a tűlevelűek finomabb részeit és egyes fafajok kérgét is eszi. A szarvasoknak is fontos telente az emberi segítség. Cserébe akár a téli erdő leghangulatosabb látványát, a hosszú szarvas csapatok, az úgynevezett rudlik vonulását is láthatjuk. Ilyet kis szerencsével magunk is megfigyelhetünk, akár a város környéki területen is, hiszen a mind nagyobb emberi térhódítással vaddjaink is egyre közelebb kerülnek hozzánk. Gondoljunk rájuk mi is, ne csak a karácsonyi időszak, de általában a tél napjai alkalmával. Segítsük őket almával, répával, esetleg ha tehetjük, kukoricával, silótakarmánnyal, vadgesztenyével. Jutalmunk akár egy szép szarvas fotója is lehet, amint kertünk végében hálásan falatozik, valamennyünknek igazi téli hangulatot és jó érzést teremtve egy különleges karácsony örök élményeként. Vadgazdálkodásnak legtöbben kizárólag a vadászathoz kapcsolódó tevékenységet gondolják. Természetesen a vadgazdálkodás ennél jóval összetettebb, komplexebb folyamat. A Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT területén gazdálkodó szakemberek komoly odafigyeléssel kezelik a rájuk bízott vadállományt. Az erdő ugyan megvan vad nélkül, viszont a vad nincs meg erdő nélkül. És úgy gondolom, hogy főleg mindig is, de főleg a mai világban hangsúlyozottan szükség van a vadgazdálkodásra. Pontosan azért, mert a lakosság nézőpontja eléggé megosztott ezzel a szakmával, ezzel a hivatással szemben. A vad az erdőnek ugyanolyan fontos része, mint a fák, mint a cserjék vagy a lágyszárú növények. Az egyik a másiktól elválaszthatatlan, és így van ez valójában az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás tekintetében is. A kettőt párhuzamosan egymás mellett együtt kell végeznünk, mindkettőnek az érdekeit szem előtt tartva, és egyébként nyilván azért az erdőgazdálkodást akkor tudjuk megfelelő szinten végezni, ha az erdeinkben olyan létszámú vad él, ami mellett tudunk megfelelően erdőgazdálkodni. Tehát a vadgazdálkodásra, az erdőgazdálkodás, a mezőgazdaság és a vad létszám egyensúlyára kell törekedni.
fontos, hogy olyan mennyiségű vadállományt tartsunk fönn, ami biztosítja ezt az egyensúlyt, tehát ne lépjük túl ezt az eltartó képességet, nevezik is a szaknyelven vadeltartó képességnek is. És persze vadgazdálkodóként arra törekszünk, hogy az általunk kezelt vadállományt a legjobb minőségűre fejlesztjük föl, lehető legjobb minőséget hozzuk ki belőle. Az, ha túl sok a vad, ez mind a vadállomány minőségének, mind pedig magának az erdőnek, az erdői ökoszisztémának problémát okozhat. A vadgazdának folyamatosan oda kell figyelni, hogy ezt az egyensúlyt fönntartsa. Ezt az egyensúlyt egy túlszaporodott vadállomány esetében nyilvánvalóan elsősorban vadászattal lehet helyrehozni. Hogyha nem vadásznánk, ugye akkor az erdőbe és meg a mezőgazdaságban is óriási károk keletkeznének, és ezek törvényileg le vannak szabályozva, üzemtervek készülnek 10 évente, újabban 20 évre, és azok éves szintre lebontják, hogy mennyi ott tartható fenn, és mennyit szükséges elejteni. Ennek az optimális létszámnak a fenntartása, biztosítása indokolja alapesetben a vadászati tevékenységünket. Ez szigorú szabály szerint történik, szigorú rendszerint és tervszerű gazdálkodást folytatunk, fenntartható gazdálkodást folytatunk, mind az erdőgazdálkodás, mind a vadgazdálkodás tekintetében. Számon tartjuk, hogy mennyi vadunk van, hisz ez egy tudatos tevékenység. Igazából ez az alapja az egésznek, hogy tudnom kell, mennyi vad van a területen, ez alapján kezelhetem felelősséggel az állományomat, ez alapján tudom eldönteni, aztán majd a következő évre milyen darabszámú kilövést tervezhetek. Hosszú távon az egyensúly fenntartása a lényeg, de ehhez napi gyakorlatban tisztában kell lenni azzal, hogy min van és milyen kondícióval rendelkezik. Nagyon bízom benne az elmúlt évek tapasztalataiból, hogy egyre inkább az itteniek fejében is a helyére kerülnek ezek a tevékenységek, és egyre többen belátják azt, hogy milyen fontos ezeket a tevékenységeket egymás mellett együtt végezni. A nyári bujazöld, titkokat rejtő, átláthatatlan erdőnek vége. Ha kisüt a nap, a magányosan cserkelő vadász egy pillanatra fénykévékben, kötpászmák sugaraiban fürkészi az erdőt, a melegítő színek zuhatagába vágva fekete árnyékot. De télen már nincs földi válasz a nap igyekezetére. Nem kellnek színes kavalkádra virágok és levelek, nem ragyog vissza a táj. A varázslat csak fentről és csak addig érkezik, amíg akadálytalan a fény útja. Hiába valóság, visszhang nélküli hangverseny, néhány perc nyár, illúzió és vége. Az új táj felfénylik, lehull a nyár susogó, titokzatos zöld fala, és ott marad a világos, tisztán látható szerkezet. Fatörzsek, ágak, csupaszon. Az egykor volt díszlet puszta váza. Új horizontok nyílnak, az eddigi rejtőzködés lehetetlenné válik. A tél átrendezi a tájat, lecsökkenti a lehetőségeket, válogat és nem kegyelmez. Olyanok ezek a havazás előtti barna-fekete-fehér színtelen színek, mintha soha nem is lett volna más. Mint maga a január vagy a december, amikor unalmas, szürke, hideg párnák ülik meg a Kárpát-medencét, és hét számra nem történik semmi. Egyhangú napok peregnek végtelen, a síkságon akadálytalan vándorló tekintet sem időben, sem térben nem talál fogódzót. Egyre lassabban telik az idő, szinte megáll, kimerevítve, mint egy búcsú fényképen az év utolsó napjait. Ilyenkor jó emberi dolgokkal foglalkozni. Mesterséges benti tartalmakkal fűteni fel a hidegben zörgő, eseménytelen tájat, legalább lélekben. Odakint pedig behúzódik az élet is, odvakba, kövek alá, téli álomba szenderülve,
vagy épp készleteit majszolva, zsírpárnáit apasztva várja türelmesen, hogy ismét elinduljon a következő ciklus. Csak sok-sok karácsony után válik világossá, mennyire is kell mindez, miért megkerülhetetlen. Kell 5 hónap fekete, fehér, barna, kék, hideg reménytelenség, hogy az első, alig kibújó, bátortalan zöldet újult erővel megújhódásként üdvözölhessük.